Baby, szeress, szeress engem, veled az eszemet elvesztem. Akarom, hogy te is ugyanígy érezd, ezt érezd. Nincs hátsó szándék, így a jó, kell a csók. Mondd el, mire vágysz még. Itt vagyok, hallgatom, bármi történjék. Érted, mindent megtennék. Legszebb csillag vagy az égen, vágyom rád, a szívem belül tombol. De megoldunk együtt minden. Fülöpki Imre, azaz Gabriel sokak számára lehet ismerős, elsősorban a zenerajongók körében. Korábban a marosvásárhelyi Defender együttesben gitárosként lépett színpadra, majd zeneszerzőként is részt vett az együttes munkájában. Később egy teljesen más zenei stílusban próbálta ki magát. Gabriel nevű együttesével egyre újabb és újabb dalokat és klippeket tesz közzé, amelyeket a hazai és magyarországi médiában és videómegosztón hallhatunk, láthatunk. Ez egy új szerelem, amely mellett a régi is megfér. Idén a Defender újjászületését ígérik, de Gabriel újabb dalai is készülnek. Az énekes, gitáros zeneszerzővel Marosvásárhelyen beszélgettünk. A kezdetekről, a mai magyar zenei piacról, a dalszerzésről és a régi autókról. Már mélyen lent, és voltam csúcson fenn, otthon akarok lenni. És amíg lélegzem, testben és lélekben, otthon akarok lenni. Mesélben sok mindent tehettem, születtem, éltem, nevettem, szerettem, sokszor nehéz. Mikor is kezdődött nálad ez a zene iránti vonzalom? Hú, hát az a zene iránti vonzalom az már gyakorlatilag gyerekkoromban, ugyanis apum is zenész volt, bár én azt az időszakot még nem nagyon fogtam ki, mert katonaság után aztán jöttünk mi tesommal, és akkor kicsit elmaradt a zene. De anyum is művészetibe járt hegedű szakra, úgyhogy otthon mindig szólt a zene. És gyerekkorunk, most is megvannak azok a Pink Floyd, meg Deep Purple lemezek, amik soha nem fognak meg kitörlődni, ami szólt annak idején otthon. És a szüleim annak idején minket is próbáltak inkább erre az útra terelni, ugyanis be akartak iratni a művészeti suliba, de valamiért ott mi nem akartunk annak idején, se én, se a tesóm. És aztán a testvérem kitalálta ilyen 15 éves korunkra körülbelül, hogy mi lenne, ha mégis csinálnánk egy zenekart, de egyáltalán nem tudtuk zenélni. És aztán mondtam, hogy abszolút jó ötlet, és akkor én abszolút ilyen kezdőszinten az utcából a srácokkal elkezdtünk zenélgetni, meg dalokat írni, és aztán annyira, de tényleg annyira komolyan elkapott, és annyira megszerettük, hogy egy komoly zenekart alapítottunk, és aztán rá két évre már díjakat nyertünk a zenekarral, és gyakorlatilag így született meg az első lemezszerződésünk is. Igen. És ez melyik zenekar volt, mondjuk el? Az az Defender volt, igen. Egy bizonyos hőskorban volt azért ez, ezt is hozzá kell tenni. Szerintem jó, igen, volt az időzítés is. Abszolút jó volt. Jó volt minden, ami kellett ahhoz, igen, hogy bejöjjön ez. 96-ban alakult ez a zenekar, akkor voltunk hát ilyen 15-16 évesek, és 98-ban nyertük meg az első lemezszerződésünket, a Defender, és akkor jelent meg az első lemezünk, amit aztán még 7 másik követte. De gyakorlatilag innen indult az egész, és az én életemben ez azóta nem állt meg még egyszer sem, mert gyakorlatilag 16 éves koromtól megállás nélkül mind folyamatosan zenélek. Igen, viszont az egy másik fajta zene volt, majd hogy mihez képest, azt mindjárt megbeszéljük, igen, de hogy az egy ilyen keményebb vonal volt. Hát mindenképpen igen, hát 10 évesen még egy teljesen más zenei ízlésünk volt, sőt nem csak azt tudom mondani, hogy rockzene volt, hanem a rockzenének is egy olyan kicsit keményebb verziója még annó. De aztán úgy, ahogy már ilyen 24-25 évesek lettünk, úgy lehetett érezni már azokon a lemezeken is, hogy egy picit inkább az ilyen dallamos rock zene fele ment, ott már elkezdtünk ilyen duett dalokat is kiadni, Keresztes Ildi, meg Pataki Attilával, meg ilyen dalok voltak, amelyek már inkább az ilyen dallamos rock zene irány. Sőt, azt hiszem a negyedik lemezünket ugyanabban a stúdióban is ugyanazzal a zenei producerrel vettük fel, mint akivel az Edda is dolgozik Budapesten, és ez elég eddás lett. Meglátod őt.
milyen volt ez az együttműködés ezekkel az ismert emberekkel, sztárokkal mondhatni, hiszen ti gyerekek voltatok mellettük, akiket hát kevesen ismertek, hogy fogalmazunk finoman. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a Defender zenekar nagyon-nagyon sok mindent köszönhet az Edda zenekarnak, ugyanis ők fedeztek fel, 99-ben Csíkszeredával játszottunk egy sörfesztiválon, ahol teljesen véletlenül a szervezők úgy hívtak meg minket, hogy az Edda előtt játszottunk. És ők akkor láttak meg minket, mi már nagyon rég, nagyon nagy Edda fanok voltunk, ez nekünk egy nagyon nagy pillanat volt. És akkor koncert után oda is jött hozzánk az Eddának a gitárosa, Alap István, és mondta, hogy neki ez nagyon tetszik, és hogy segít nekünk Budapesten beszervezni minket egy stúdióba. És akkor így kezdődött az együttműködés, ez meg is történt. Következő évben már fel is vettük a Szem, akkor annak idején a negyedik lemeze volt a Defendernek szerintem, amit ugyanabban a stúdióban vettünk fel, ahol ők is dolgoznak. És következő évben már az Edda előtt játszottunk egy egész turnén, és ez annyira meglendítette akkor a zenekart, hogy Magyarországon is még, azt hiszem, hogy még ismertebb lett a zenekar, mint Erdélyben. És aztán igazából aztán azután született meg a Keresztes Illikos duett dalunk, meg a Pataki Attilás duett dalunk, és annyira jó volt ez az együttműködés, hogy azóta is teljes mértékben milyen barátok is vagyunk, tehát ez 96 és 99-től kezdve megállás nélkül. Tehát akkor beleláttatok egy kicsit a magyarországi sztárzenekarok életébe, világába. Igen. Hát beleláttunk, mert ugye, ahogy az előbb is mondtam, együtt turnéztunk, aztán közös stúdiózások is voltak, meg aztán a barátságok, meg hát volt olyan, még annak idején volt az Edda tábor Agárdon a strandon, ahol ott is már játszottunk az Edda előtt, és tényleg egy olyan világba csöppentünk bele, ami jóval magasabb szint volt, amihez addig voltunk szokva. Közben el kell mondanom, hogy ilyen-olyan zajokat hallanak a nézők, ezek a zajok, ezek onnan jönnek, hogy itt egy szálloda kávézójában beszélgetünk, és hát itt mások is jönnek, mennek, és természetesen mindenki igyekszik végezni a dolgát, igen. És hát mi is a miénket. Nos, hány évet élt a Defender? Hát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a tavaly előtt 2017 év vége fele szünetet vett a zenekar, úgyhogy még úgy is több mint 20 évet működött, és most nagyon-nagyon-nagyon tervezzük, hogy 2020 februártól megint elkezdünk próbaterembe dolgozni, és jövőben, ha minden igaz, akkor már fogunk koncertezni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt egy ilyen 2 éves szünet, ami olyan szempontból jól is jött a zenekarnak, hogy most nagyon-nagyon nagy energiákkal fogunk neki megint. El is készült már egy új lemezre való anyag, és most fogjuk a koncertműsort is összepróbálni jövő év februártól, úgyhogy már nyárra már szerintem fogunk koncertezni is. Mindenki nagyon várja a zenekarból, úgyhogy ez egy több mint 20 éves történet, ami most, ha minden igaz, akkor fog folytatódni. Még, és nincs csalódásom.